26 év valóban egy emberöltő. Én 1985-ben kerültem a kerületi tanács VB titkársági posztjára, majd 90-től voltam jegyző, gyakorlatilag ezt a pozíciót most az idei év szeptember 1-ig töltöm be, közben 2 hónap felmentési időm van. Hát én azt hiszem, hogy igen nehéz lenne néhány mondatban elmondani egy emberöltő, egy 26 év történetét. Egyet mindenképp szeretnék elmondani. Nagyszerű emberekkel dolgoztam itt a Városházán, egyébként nagyszerű politikusokkal, akikkel 85-től kezdődően akár a mai napig is együtt működtem. Kiváló munkatársaim voltak azok is, akik nem csak az apparátusban dolgoztak, hanem mondjuk a választásokban vettek részt. És én azt hiszem, hogy mint 60 éve itt élő kispesti, és továbbra is persze kispesti maradok, hiszen nekem a régi nagy szlogenem, amit mindenki ismer, hogy Kispest nagy élvezet, és sokan ezt nem értik. De hát kérem, aki lokálpatriót, annak ez így marad. Én itt fogok ezek után is élni, dolgozni. Én bízom benne, hogy szükség lesz még rám, nem tudom, hogy hol, milyen területen. Meggyőződésem, hogy civil szervezeteknél talán mindenképpen tudok majd segíteni Kispestnek. Ha pedig a polgármester úr úgy gondolja, akit egyébként magam részéről nagyon tisztelek, és mint a példa bebizonyította, az elmúlt 4 év során rendkívül jó programot dolgozott és hozott össze. És úgy gondolom, hogy ebben az elkövetkezendő 4 évben is kiváló a polgármesteri program. Ebben mindenképp szeretném majd őt segíteni. Szeretném megköszönni minden kispestinek, minden ügyfélnek, aki megkeresett, aki véleményt nyilvánított, mindazoknak, akik az utcán megállítottak az eddigiek során, hogy miért megyek nyugdíjba, azért megyek nyugdíjba, és ezt most kijelentem, mert lehetőségem van rá, és úgy érzem, hogy ezzel a lehetőséggel élnem kellett, és külön köszönöm polgármester úrnak azt a sok-sok segítséget, illetve azt a marasztalást, amit ő és nagyon sok kispesti, hát az elmúlt hónapok során tett. Az apparátusomnak pedig ezen az úton is szeretném, mint ahogy meg fogom természetesen tenni, amikor majd elbúcsúztatnak, hogy ilyen sok segítséget adtak 26 éven keresztül, és nagyon, nagyon szeretlek benneteket, kispestiek, és nagyon szeretlek téged, Kispest. István Fisándor 26 éve volt a kerületi hivatal élén, a rendszerváltás előtt VB titkárként, 1990-től pedig a kerület jegyzőjeként, azóta ismerem én is, hiszen azóta dolgoztam vele együtt képviselőként. Azt hiszem, nem kell nekem a munkáját értékelnem, hiszen önmagáért beszél a kerület, önmagáért beszélnek azok a barátok, ismerősök, azok az eredmények, akik ma is itt voltak a Városházán, illetve azok az eredmények, amiket a kerületben bemutathattunk az elmúlt időszakban. Egy kiváló szakember, egy kiváló ember, egy nagyszerű jogász István Fisándor, és bízom benne, hogy bár most nyugdíjba megy, de nyilván kerületi lakosként is fogja tudni segíteni majd az én, meg a hivatal munkáját is.